tudományos és fantasztikus élményekre vágysz, akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Üdvözlök mindenkit, ez itt a szubzsáner, méghozzá a 6. adás, és az augusztusi adásunk témája ezúttal a, magyarul mondom, térség, de Expanse-ként hivatkozik rá mindenki, könyvsorozat. James S.A. Corey vitte ezt papírra tulajdonképpen, és aztán azóta mondhatjuk, hogy nagy sikerű sorozat is készült belőle. Meghívott vendégem pedig dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudomány Egyetem kutatócsillagása. Szervusz! Szervusz, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat, mindenki! Na, először, mielőtt belemennénk magába a témába, az lenne a kérdésem, hogy mit csinál a kutatócsillagász, mit kutat a kutatócsillagász? Próbálom megélni a hobbiából. A kutatócsillagász Magyarországon alapvetően két helyen képeznek, az ERT-n, illetve a Szegedi Tudományi Egyetemen, és utána pedig gyakorlatilag alapkutatást végzünk. Tehát én a Szegedi Tudományi Egyetem kötelékében tértem vissza némi nemzetkiző kitérő után, és személy szerint én plusz a körülöttem lévő kutatócsoport az pedig szupernova kutatással foglalkozik. Tehát ez a felrobbanó csillagoknak az eredetét próbáljuk megfejteni. És akkor te is ebbe vagy benne? Igen, én ebbe vagyok belágyazva, középhaladó szinten. Szóval még most megnéztem definíció szerint, én még pályakezdő vagy fiatal kutatónak számítok, ez nem sokáig lesz így. És ebből próbálunk valamit kihozni. Szuper, tehát itt említetted a hobbidat, akkor ezek szerint nyilván neked is, mint ahogy mondjuk nekem is, a csillagászat az egy hobbiból nőtte ki magát gyakorlatilag. Egy gyerekként én imádtam a csillagokat, meg a bolygók világát, aztán ez így nagyon sokáig elsikkadt. Ironikus, mert én Baján nevelkedtem, és mint utólag kiderült, Baján van egy kutató és bemutató csillagvizsgáló, amelyet sose jutottam el valamiért. Nem hallottam róla. És később, amikor Szegeden én fizika szakra jelentkeztem, ott ütött be az, hogy itt amúgy lehet csillagászattal is foglalkozni, és ez baromira izgalmasnak tűnt. És utána ezzel párhuzamosan pedig az amatőr csillagászat, az ismeretterjesztés, a science fiction, ezek mind jöttek a munkával együtt. Na, ez nagyon jó, egyrészt, mert ugye itt már a nézők, hallgatók tudják, hogy én meg ugye amatőr csillagász vagyok, és ezt mi mindig el szoktuk mondani, de lehet, hogy ti is, vagy te is, hogy azért egy amatőr csillagász, meg egy szakcsillagász, egy kutatócsillagász között azért iszonyatosan nagy különbségek vannak. Azért ez témafüggő. Tehát például a Szegedi Csillagvizsgáló, ami egy bemutató csillagvizsgálóként működik, tehát ott effektíve az amatőr csillagászatnak élünk, ott rengeteg hobbi csillagászat működünk együtt, és egy csomó téma van, amelyben a tudások messze megelőzi az enyémet. Hogy más nem mondjak, például azt, hogy megtalálni mondjuk az égbolton halványabb objektumokat, mert én ugye handicapes vagyok ebben a témában, plusz gyakorlat hiány, én ebben mindig csak asszisztálni tudok. Viszont az egyetemről pedig hozzuk a szaktudást, plusz egy viszonylag jó beszélőkét, én is, kollégáim is, úgyhogy tök jól kiegészítjük egymást, kutató és amatőr csillagászok. Na, ez szuper, mert ugye én meg általában pont azzal találkozom, jó, most már téged is már mióta ismerjük egymást, 1-2 éve már azért, hogy inkább nagyon-nagyon elkülönül a kutatócsillagász az amatőr csillagásztól. Jó, nyilván én voltam nálatok, úgyhogy azért én tudom, hogy ti azért, hála Istennem. És aminek nagyon örülök még, nyilván nem is lennél benne a műsorban, hogyha nem mondtad volna a sci-fi iránti szeretetedet, mert ez a másik, amivel mi sajnos sokszor találkozunk, csillagászoknál, akár amatőr csillagászoknál, hogy amúgy meg nem annyira
kedvelik a sci-fik világát, holott azért a csillagászat meg a science fiction az szerintem nagyon kéz a kézben jár. Érdeklődés tekintetében nekem is adná magát. Viszont, ha meg úgy tekintem, nekem is volt jó néhány olyan személyes élmény. Kollégáimnál is láttam, hogy mondjuk egy filmet nézve az ember nem tudja teljesen átengedni magát a szórakozásnak, hanem azon berzenkedik, hogy kérem szépen, ez a szakmámban nem így van. Igen, ez a férjem szokta ezt csinálni, hogy ül jelenet, és akkor csak egy legalapvetőbb, amit azért szerintem egy teljesen átlag ember is tud, ugye, hogy hang van az űrben. Mármint a filmben van hang, és ugye a valóságban meg tudjuk, hogy nincsen, és akkor ott ugye nem tudjuk már élvezni a filmet, mert mi az, hogy az ott robban? Mármint, hogy a hangját lehet hallani. És akkor ez most csak egy ilyen aprócska dolog volt. Igen. Nekem például nagyon erősen szeparálta a társaságunkat a néhány évvel ezelőtti Csillagok között, az Interstellar. Én a film majd 90%-át én imádtam, és tök jó volt, és képes voltam átadni magamat az élménynek. És akkor így kijöttem a filmre, és a kollégák felé fordultam, hogy baromira jó volt, és lehetne megnézni újra, és így mindenki rázta a fejét, hogy ez. És akkor lehetett sorolni sorra, hogy az egyik bolygón mi volt vas a másik bolygón. Ugye a gravitáció nem teljesen így működik, mint ahogy a filmben. Na, hát akkor el tudod képzelni, hogy ez... Igen, az Interstellar az nálunk is ilyen nagyon megosztónak számít, de mondjuk mi szeretjük. Még azt akartam tőled megkérdezni, hogy és akkor te miből doktoráltál? Én szupernova kutatás. Volt már akkor is a kutatási területem. Azt próbáltam fejtegetni, hogy fehér törpecsillagok azok hogyan robbanhatnak, mennyire változatosak ezek a fehér törpecsillagok robbanásai, és hogy ebből mi következik. Aztán ezt próbáljuk meg most tovább vinni posztdoktori éveim alatt. Aztán bejött közben más kutatási terület is, szupernova maradványok által összegyűjtött anyagfelhők sorsa. Úgyhogy van bőven potenciál benne a tématerületben. Ez most egy olyan kérdés lesz, amire én tudom a választ, de azért a nézők miatt megkérdezzük, mert ez szokta őket szerintem érdekelni, hogy van-e most olyan csillag az éjszakai égbolton, illetve hát ugye, úgy mondom, hogy az univerzumban, csak ami ugye innen a Földről látszik, ami esélyes, hogy átalakul, vagy már átalakult szupernovává, csak még mondjuk a fénye nem ért ide. Ugye ennek az iskola példája az Alpha Orionis, a Betelgőz. Igen? Ami egy vörös szuperóriás fázisban lévő csillag, és a vörös szuperóriások bármikor eldurranhatnak. De ezt úgy kell érteni, és ezt mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ez a bármikor ez ilyen csillagászati léptékben kell érteni, tehát akár holnap, akár a következő 100 000 évben valamikor látni fogjuk fölrobban, és hogyha fölrobban, az egy biztonságos távolságból szemlélt baromira látványos tűzijáték lesz. Tehát elvileg még a nappali égbolton is kiszúrható lesz a Betelgőz helyén felbukkanó, felfényesedő szupernova. De hogy ez mikor fog megtörténni, vagy már meg is történt, mert ugye Betelgőzt az 600 évvel ezelőtti állapotában látjuk, fogalmunk sincs. De így 400 éve várunk arra Johannes Kepler óta, hogy saját szabad szemünkkel lássunk szupernova robbanást. Hát én nagyon szeretnék. Ezt ugye mondtad, hogy a nappali égen is látszódna. Méretre mennyire lenne fényes vagy nagy? Aha, na ez a trükkös az egészben, hogy pontszerű lenne. Tehát olyan... Tehát ugyanúgy, mint egy csillag. Igen, tehát hogy szokás ezt egyes cikkekben a telihold fényességéhez viszonyítani. Egyrészt a teliholdnál azért egy kicsit halványabb lesz a fölrobban. Másrészt pedig az lesz nagyon furcsa, hogy egyetlen egy pontba lesz összesűrítve ez a baromira nagy fényesség. Tehát egy, ha nem is vakító fényességű, de egy Vénusznál, Jupiternél sokszázszor fényesebb csillagot kell elképzelni, ami még utána hosszú éveken keresztül pontszerűnek fog majd látszódni az éjszakai égbolton. Na, hát én remélem, hogy megérem, vagy megélem. Na, akkor viszont beszéljünk magáról a regényről, vagy regény sorozatról. Semmi köze a szupernovákhoz. Ugye, hogyha tudományos vendégem van, akkor egy picit szoktam beszéltetni ugye az ő saját, hát akár kutatásáról, akár foglalkozásáról.
Na most azért gyorsan megkérlek először, hogy mutassuk meg a könyvet a nézőknek. Melyiket? Hát egymás után. Mert ugye ez egy könyv sorozat. És nekem ugyan megvan az összes, pontosabban még azt tudni kell, hogy a befejező kötetet, a Leviatán bukását, azt az utóbbi hónapokban adták ki angolul, és még várjuk a magyar kiadást, de a másik 8 kötet az megvan, az első a Leviatán ébredése. Oké, szerintem azért a másik 6-ot nem utassuk meg. A másik 6-ot már csak azért sem, mert nekünk, ugye reklámhelye, belefér, nekünk is van webcastünk, podcastünk, beszélgetésünk kollégámmal, Vördösi Andrásra, és ott például az Expense könyveket szoktuk általában díszletként használni. Szóval azért nincs most fönt, hanem a mi kis stúdiónkban van, még a folytatás, a Kaliban háborúját leltem fel itt a nappaliban, de mellett még most már akkor, ha az angol kötetet is összeszem, mondjuk akkor 9 regényből áll össze ez az egész. Termékeny, én is szeretnék ennyit írni. Na hát én meg nem tudom majd, hogy mennyire látszik, majd a nézők próbálgathatják kivenni, de nekem itt a háttérben, a sarokban van egy Expense, tehát egy Rosinante űrhajom összeépítve Legóból, amiben az az érdekesség, hogy most a legózósok biztos felkapták a fejüket, hogy amúgy ugye Rosinantét a Legó soha nem adott ki, hanem ez egy úgynevezett mók, a móknak pedig az a lényege, hogy te összeépíted saját magadtól azt, amit te szeretnél, hogyha éppen a Legó ezt nem adta ki. Na most természetesen én nem vagyok annyira jó legós, hogy én tök fejből egy, hát mekkora ez a készlet, vagy több ezer darab, hogyha jól sejtem. Több ezer darab, és sokat is fizettem az alkatrészekért. Hát egy olyan jó, majdnem fél méter magas, tehát ez állítva van. Át is kellett a mokkot modolnom, mert ez eredetileg fektetve tette közzé az úriember, aki magát a mokkot megépítette egy állvánnyal, tehát hogy egy állványra lehetett rátenni, viszont nekem meg nincs annyi helyem, úgyhogy én átmodoltam, és ugye megcsináltam úgy a hajtóművét, hogy azon tudjon megállni. Mert hogy amúgy megtud, és rohadt jól néz ki, és ugye ez ráadásul nekem az utolsó előtti évados Rosinantének a kinézete. Hát végig a végső, tehát a végső termék, hogy úgy mondjam. Nincs teljesen összeépítve, hogyha nem tudom, azért már nem tudom, hogy mennyire látszik, és akkor még meg fognak követni, tehát még nem végeztem vele, most már lassan egy éve építem, de hát nem jön össze, mert ugye nyilván más dolga is van az embernek, és a modolás miatt többször újra össze kellett raknom. Illetve még a Rosinante matrica az hiányzik róla, meg hát van 4 Lego figura, illetve a karaktereknek ugye a figurái megvannak, őket most így nem tudom megmutatni, mert ők is el vannak dobozolva, még várják a végső helyüket, de őket is ugye úgy kellett összemokkolnom különböző más már létező figurákból, és akkor innen vettem egy hajat, onnan vettem egy egyenruhát, és a többi, és a többi, tehát nagyon izgalmas volt. Na, oké, beszéljünk magáról a szerzőről, ugye ez a James S. A. Corey, és ha jól tudom, akkor ez egy álnév. Igen, ez, mert hogy ez kapásból két írót rejt, ez az álnév. Abraham és Frank a keresztnevüket ne kérdezd. Ha jól tudom, mind a ketten amerikaiak, és kisebb projektjeik már voltak. Besegítettek nagyobb írók munkásságaiban, novellákat írtak, fantasy és sci-fi vonalon, és aztán az Expense alapötlete, hogyha jól tudom, akkor egy társasjáték lett volna, amire viszont nem volt elég a költségvetésük, úgyhogy elkezdték kiadogatni a könyveket, és ja, óriási siker volt már az első. És ami a legszebb az egészben, hogy ezt a szerzők is elmondták, hogy még az első könyv kiadása előtt nekik késztervük volt, hogy honnan akarnak eljutni, hova, hány kötetben, milyen karakterekkel, mi lesz a végső megoldás. És ez a fajta tervszerűség, ez tényleg már érződik a Leviatán ébredésében, az első kötetben is. Azt nem tudom, azt elmondhatom-e még előtted, hogy ugye mi az alapfelállása az egésznek, mert hogy Rosinantiról már beszéltünk. Persze, tehát nyugodtan, hogy ne mondjad.
És ugye ez egy űrhajó, annyit már tudhatnak a hallgatók. A négy főszereplőnk, négy főbb karakternek a sorsát követi végig ez a 9 kötetes regényfolyam. Szóval, hogy főszereplőink a Rosszantén utaznak, ami az elején egy marsi hadihajó, majd ezt rekvirálják, majd hát az éveken keresztül, csempésztől kezdve, helyi serifen keresztül, üzenethordókon át sokfajta szerepet betöltenek a naprendszerben, illetve későbbi köteteknél is, ez talán nem túl nagy spoiler, a naprendszeren kívül is. Mert hogy az egész Expanse valamikor a 2300-as években játszódik, ez egyébként tök érdekes, hogy a szerzők kínosan kerülték azt, hogy bárhonnan ki lehetsen sakkozni a pontos időt, akár csak a pontos évtizedet is. Ahhoz képest, hogy egyébként egy tök klassz lória, illetve alternatív történelme van az Expanse-nek, az, hogy pontosan hányat írunk, azt nem tudjuk. Ennek mi az oka? Bocs. Szerintem azért, hogy megmaradjon egyfajta rugalmasság. És remélem majd erre, majd ki fogunk tudni térni a beszélgetés egy pontján, hogy nagyon érdekes, hogy rengeteg mindent megterveztek a szerzők, rengeteg mindent organikusan elmesélnek, hogy hogyan épül fel technológia, társadalom, gazdasági, szociális viszonyok, viszont nagyon tudatosan elkerülnek bizonyos területeket. És vannak, jó, hát arról beszélhetünk is, akár már most. Vakfoltjai az univerzumnak, amire nem térnek ki. És, na, például? Például, ugye 2300-as évek, az űrutazás révén sikerül meghódítani a teljes naprendszert. A fizikát azt nem sikerült átírni, tehát a fénysebesség okozta korlátok, azok továbbra is megvannak. Voltak épp az egész Expanse univerzum, illetve az egész alternatív történelme arra épül, hogy sikerült kitalálni a fúziós energiának egy felhasználási módját, amivel folyamatos gyorsítást élnek az űrhajók, és ezáltal egyrészt súlyosságot, mesterséges gravitációt sikerül elérni az űrhajókon, plusz néhány hét vagy egy-két hónap alatt bejárható a naprendszer. És ez adja lehetőséget, hogy kolonizálják a naprendszer különböző égitestjeit. De ezen az alternatív vagy kitalált meghajtón, hajtóművön kívül gyakorlatilag minden abszolút elképzelhető és belátható, hogy miért úgy fog történni, ahogy. Tehát nagyon alapos munkát végeztek az alternatív történelemmel, fizika terén, kémia terén, társadalomtudományok terén. Hiányzik viszont például szinte teljesen a mesterséges intelligencia történetekből. Itt-ott felbukkan, hogy persze a számítógépek azok rendkívül fejlettek, pillanatok alatt elvégeznek rendkívül komplex számításokat, de látva, hogy hol tart most a 21. századi technológia, így fájóan hiányzik az, hogy 300 évvel később hol vannak a szuperfejlett AI-ok. Vagy a kiborgok, vagy különböző robotok. Úgyhogy ez például egy ilyen kis vakfoltja a történetnek, amelybe szerintem direkt nem mentek bele a szerzők, és csak arra tudok gondolni, hogy azért, mert minél több részletet árulsz el a világból, annál nagyobb az esélye, hogy előbb vagy utóbb önellentmondásokba futsz bele. Akár vagy valaki beleköt. Bár vagy is lesz valaki, aki igen, beleköt. Igen. És amit viszont ki, bocsánat, csak még egy ilyen záró gondolat, hogy ez a hosszú monológ, ez ne lúgjon csak a levegő, viszont amit kidolgoztak, az viszont eszméletlen alapossága és precízióval. Szóval le a kalappa az írópáros munkája lett. Hát igen, én is irigylem őket, hogy egy ilyen jó, tényleg összetett 9 részből álló sorozatot össze tudtak hozni, tehát fantasztikus. Na, beszéljünk magáról a filmsorozatról. Nem tudom, hogy te gondolom, te is akkor kezdted el magát a regényt olvasni, amikor maga a sorozat így bejött. Hú. Vagy nem? Megmondom őszintén, pedig nem volt azért nagyon régen, de ezt nem tudom most felidézni, hogy melyik volt előbb. Szerintem én előbb kezdtem a regényt. És előbb kezdted. De nagyon-nagyon közel volt egymáshoz. A Sci-Fi Channel-en jelent meg ugye az első évad, meg utána még a következő kettő is. És rendkívül jó kritikákat kapott. A,
elsősorban mondjuk a magyar médiába a sorozat híre jutott el, plusz akkor még szinkron is készült, és innét a magyar cím a térség, ami hát legalábbis indokolatlannak tűnik ez az elmélet. Indokolatlan, mert ugye az X-Men az kirajzás, de... Egyfaj, igen, egy ilyen... Úgy ezt már sokszor megbeszéltük, hogy a magyarok sajnos nem tudnak címet adni semmilyen filmnek, sorozatnak, adaptációnak, tehát ez megint a magyar szinkronnak a hibája. Szóval, hogy én valahogyan nagyon párhuzamosan hallottam az első kötettel és az első évaddal, és ha bár üdítő volt a sorozatban is látni mindazt, tehát elkészítve, és egészen szolgáljan követte le a sorozat első évada az első kötetet, de itt aztán érvényesült az az alapszabály, hogy a könyv jobb. Igen. Most pont erre akartam rákérdezni, hogy akkor hát nyilván, mindig tudjuk, hogy a könyv az mindig jobb, van egy-kettő kivétel, amikor a film jobb, mint a könyv. És szeretem ezt mindig aláhúzni, hogy ez nem törvényszerű. És én szeretek olvasni, sajnos, ez ilyen klisé, hogy sajnos manapság már nem jut elég időm az olvasásra, de legalább sorozatnézésre sem jut időm. Viszont én kifejezettem, relatíve sok olyan sztorit láttam megfilmesítve vagy sorozaton, ami jobban tetszett, mint a könyv. Jobban, jó lát neki. Amiről én tudok, hogy jobb, az egyik az érkezés, tehát ott a novella az nem annyira jó, nem tudom, mert amúgy nem olvastam. Ha majd egyszer még újra meghívsz ebbe a műsorba, akkor majd beszéljünk az érkezésről. Ott a novella és a film, ez tök más, hogy közelíti jó, meg az alapanyagot, és akkor tök jól kiegészíti egymást. Ezt most így meg is beszéltük, akkor ezt majd... Hagyjuk az üstenzet, beszéljünk. Nem. Jó, akkor legközelebb majd az érkezésre foglak téged behívni. Ugye általában mindig próbálunk valami aktualitást keresni az adásnak. Ugye az érkezés az viszonylag most már régen lement, de majd esetleg valami évfordulót megnézünk. Ugye az X-Men végülis ugye ott az utolsó évad az ugye tavaly lett vége, tehát azért az még relatíve közeli ahhoz, hogy itt rá lehessen az aktualitását fogni, de majd találunk valamit az érkezésre is. A másik ilyen, ami nekem jobb volt a film, mint a könyv, az az Annihilation, de szerintem azt nem biztos, hogy ismered. Natalie Portman. Olyan, mint a Stalker. Láttad a film. Na, ott is a könyvet azt mondják, hogy ott nem annyira jó. Én elhiszem. Na, akkor ugye te már itt emlegetted, hogy alapvetően igen, azért a könyv az jobb. A későbbi, tehát ahogy mennek az évadok, és ugye nyilván itt nem úgy van, hogy egy évad, egy regényt dolgoz fel, mert ugye 5 évad van. 6 évad. Jó, bocs már, igen, 6 évad van, és 9 regény, tehát ugye itt, vagy 9 kötet. Tehát ugye itt azért felhigult a történet. Igen. Na most, aki szeretne most eligazodni, az vegyen elő papírt és tollat, mert hogy ez nem egyszerű. Az első évad ugyanis nem az teljes első kötetet dolgozta fel, hanem az első kötet nagyjából 2/3-áig jutott el. És egyébként szerintem ez volt az egyik legnagyobb baklövése, hogy nem volt egy csúcspontja annak az első néhány, azt hiszem 10 résznek. És nagyon vontatottá vált. Hogy aztán a második évad eljusson a második kötet feléig, hogy aztán a harmadik évad valahogyan eljusson a másik kötet végéig, akkor aztán pedig az követő évad egy komplett könyvet vett föl, de nehogy azt higgye valaki, hogy aztán innentől kezdve helyreállt a világrendje, mert aztán megint történt egy ilyen felezés, egy rácsúszás a könyv sztoria, illetve a sorozat között, és végül a hatodik évadnál ért véget, ami az első 6 kötetet fedi le, tehát a végére azért sikerült utolérnie magát, és itt pedig, hát most már azt hiszem végleges a producerek döntése, elvágták a sztorit, ami indokolt is volt, ugyanis hát tudni kell azért, hogy az X-Pens, ha bár a tévében nagy kritikai siker fogadta, és volt egy elég erős rajongói bázisa, de ez a rajongói bázis ez nem volt túl nagy. Sőt, ez a kutya nem nézte Amerikában. Annak idején még nekünk is volt egy ilyen webcast beszélgetésünk az Ordasi Andrissal, kollégámmal, és ott utána néztem egyszer, hogy az első évad vége fel ilyen 300-400 ezeren nézték a Sci-Fi Channel. Hát az nagyon ami,
ami nagyon kevés az amerikai piacon, és hát a világpiac pedig nem tudta ezt korrigálni. Úgyhogy másik évad végére már ott tartott a történet, hogy kaszálják a sorozatot, akkor még a rajongók megmentették, elindult a harmadik évad végén kaszát kapott a sorozat, de akkor átemelte a, úgy gyorsan akartam mondani, az Amazon Prime. Az Amazon, igen. És akkor az Amazonon ment, és az baromira látványos volt, amikor a negyedik évadban így hirtelen lettek statiszták, meg tömegek, meg díszetek, meg terep, meg úristen, itt van pénz végre. De az Amazonon se futott be nagy karriert a sorozat. Sőt, még talán a kicsit a CGI-on is látszott, igen. Hogy egy nagyobb stúdió hát egyáltalán áll volt, mögötte. Igen. Ugye igen. Korábban így évadonként volt mondjuk két jelenet, amit az űrben megkomponáltak. Igen, igen, igen. Harci szituáció. Későbbiekben azért ebből jutott jó néhány. Na most itt az előbb arra gyorsan reflektálok, amit mondtál, hogy ugye az első évadnak nem volt fináléja. Valóban nem volt ott, nekem is jöttek ki a szemeim, mint a csigának, mert ugye várná az ember a finálét. És nem volt finálé, nem volt, hát nem volt új dráma. És igazából én most, mint egy kicsit ugye azért az írásban is benne lévő személy, sokkal jobban volt kvázi finálé közeli állapota ott a második évad valahol az elejének. Negyedik rész, azt hiszem, igen. Ahol a nyomozó srác, akinek most nem jut eszembe a neve, pedig ő volt a kedvencem. Miller. Még egyszer? Detective Miller. Miller, igen. Aki ugye ott meghal. És nekem az ugye sokkal inkább ott voltunk egy második évad negyedik rész, tehát majdnem szinte az évad közepe, és ott volt egy ilyen finálé jelleg, és akkor ott néztem, hogy ez mi. És ráadásul az gyönyörűen rakták össze. Tehát ott, az ott nagyon szép, hát az nekem ott könnyezős volt. Van dráma, van látványvilág, van mondani való, és akkor, mint ami sem történt, van a következő héten jött az újabb epizód. Ezt azóta se találtam rá magyarázatot, hogy erre is, ráadásul, tehát szerintem nagyon-nagyon idegesítő volt konkrétan, hogy ott az évadnak a közepére beraktak egy ilyen részt, ugye idegesített úgy, mint valamennyire az íráshoz értő személy, tehát hogy ott nekem azon indokolatlan volt ott a forgatókönyvben, most már ugye nyilván, ahogy te itt kifejtetted, hogy a regényeket hogyan kezdték filmre vinni, akkor most már ugye valamennyire érthető, hogy ez miért így volt, illetve nyilván rossz volt azért is, mert tényleg nekem a Miller volt a kedvenc karakterem, és én meg tipikusan az a típus vagyok, akinek lesz egy kedvenc karaktere, és már lassan nem merem megnevezni, hogy ő a kedvenc karakterem, mert akkor 10-ből 9-szer az 5 rész után meghal. Én mindig kifogom. És hogy is mondjam, csak a második kötet sem rossz, és így a sztori, ami megy tovább, folyamatosan sikerül érdeklődést és újabb rejtélyt generálni. De igen, ott az első kötet vége, másik évad közepe, az egy írói bravúr. Azt ki kellett volna, oda kellett volna tenni a kirakatba, és azzal most rosszulval eladni a sorozatot a népnek. És ez így nagyon besül. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Ha már kedvenc karakteremet emlegettem, neked így van kedvenced karakterek közül? És akkor ez pont egy olyan apró részlet, ami például a sorozatban jobban működött. Az Amosnak a karaktere. Á, igen! Még annyit ugye az alapsztorihoz, hogy ugye itt a 24. században alapvetően három frakció uralja, vagy népesíti be a naprendszert. Van a Föld, ami valami rejtélyes oknál fogva az ENSZ égisz alatt egyesül. Van a Mars, ami katonailag és tudományosan is fejlettebb, de erőforrásait tekintve sokkal korlátozottabb lehetőségei vannak, mint a Földnek. És van a mindkét frakció által kizsákmányolt övpéliek, a Belters,
akik gyakorlatilag benépesítik az aszteroidákat, űrállomásokat, kisebb holdakat, stb. És ez az egész hármas szembenállás, ez gyakorlatilag egy ilyen puskaporos hordóként tengeti a mindennapjait a naprendszerben, még megérkezik az a sokat emlegetett szikra, és ez a szikra ez a naprendszeren kívülről érkezik, ami berobbantja a konfliktust. És ebben a konfliktusos helyzetben próbál meg manőverezni, és eljuttatni az értékes információkat a Rosinante legénysége egy ilyen kellő iróniával és kellő kritikával kezett idealisztikus kapitánya az élen, James Holden, aki tényleg az a csillogó páncélú fehér palástú lovag akar lenni, és aztán és mindig meg akarja váltani a világot, igen, és megmenteni mindenkit. A realitás az így az orrára koppint, hogy ez nem így működik a valóság. Igen. Attól, hogy jót akarunk, ez nem feltétlenül. Ezt amúgy bírtam, hogy még így az utolsó évadban is voltak ilyen izéi, hogy már megint ott szenvedett, hogy jaj, és akkor őt mindig mondták, hogy még mindig nem tudod megmenteni a világot. Én meg így mondtam, hogy ennyire, tehát hogy ez hogy mondjam, ugye van egy ilyen, hogy karakterfejlődés, de hogy őnek látszott, hogy ez annyira, tehát hogy fejlődött karakterileg, de ez neki így megmarad, de ez ettől vált emberivé szerintem. Igen, igen. Tehát ő kvázi a fő szereplő, a négyes fogadból is. És akkor a legénységet alkotja még Naomi Nagata, a technikus kvázi, a Alex Kamal a pilóta, illetve Amos, aki egy nagy darab trapális állat, aki gyakorlatilag a műszerésze, a gépésze hajónak. És tehát én a hozzá hasonló karakterei még nem találkoztam irodalomban vagy filmben, mert ő nem csak az, hogy ő szociopata, és valószínűleg pszichopata egyszerre. Elég jól kezeli. Igen, tehát ilyeneket már látunk. Olyat is láttunk, amikor ilyen karaktereket antihősként mutatnak be. Hogy ahhoz képest, hogy ő nem törődik az emberekkel, azért valahogyan mégis van szíve. Ilyet is látunk. De Mosznál annyira érdekesen van felépítve, ahogy ő maga fölvezeti, és leírja, és tudatában van annak, hogy ő neki nincs erkölcsi iránytűje. De tudja, hogy nincs erkölcsi iránytűje, és tudja, hogy ez nem jó dolog. Úgyhogy ő mindig választ maga elé olyan példaképet, vagy egy erkölcsi vezetőt, akihez gondolkodás nélkül igazodik. Igen, mint például ugye Naomi. Mint például Naomi. És ez egészen addig működik, és egy hű katona, amíg a túlélési ösztönne azt nem súgja, hogy saját vagy a csapata túlélése érdekében ezt az erkölcsi iránytűt most fel kell függeszteni. Hogy mondjam, ez talán így elmondva, leírva nem tűnik annyira eredetinek. De pont, hogy eredetinek tűnik, tehát itt most megint itt beleszól az írói vénám, hogy igen, különben nagyon-nagyon ritkán találkozik az ember ilyen karakterrel, aki, és pozitív karakterrel, aki amúgy azért szociopata, pszichopata, igen, egyéb problémákkal küzd, vagy hát ilyenekkel rendelkezik. Én olvastam, vagy láttam már ilyen karaktert pozitív szerepben, de meg nem tudnám mondani, hogy mikor, hol, merre, illetve valamennyire nekem is vannak hasonló karaktereim, mert ugye én meg ilyen maffiás sztorikat írok, de relatíve szerethető karakterekkel, tehát azért nyilván őnekik is vannak mindenféle negatív személyiségük, de azért mégis szerethetőek és pozitív karakterek. Tehát nekem annyira nem volt az Amos így tőlem idegen, mert én hasonló karakterekkel szoktam operálni. Na és hogy Amos játszó színész, és kínos, hogy nem fog eszembe jutni a neve, ő volt Wes Chatham? Remélem nem keverem senkivel. Én nem is láttam ezt a fickót más filmben, vagy sorozatban játszani, itt viszont ráöntötték ezt a szerepet. És ezt miért tudott hozzáadni plusz réteget, abszolút értette, hogy miről szól ez a karakter, és nagyon jól állt neki az, hogy nem csak leírva vannak a tettei, hanem abszolút vizualizálva vannak. És látszik a karakternek a szemén, hogy amikor azt mondja, hogy ezt meg ezt kell tenni, abban ő hisz, de nem azért, mert hogy ő azt érzi, hogy az jó, hanem mert
mert vakon követ egyfajta külső erkölcsi iránytűt. Ja, baromira érdekes volt. West Chatham, igen, eltaláltad gyorsan, közben én rágoogliztam, mert persze nekem se jut eszembe így a színésznek a neve. Én azt tudom a színészről, hogy ugye maga a színész az egy totál eltérő a karakterétől, tehát ő egy ilyen full vidám, és nagyjából ő volt így a csapatnak a bohóca, tehát hogy állandóan bohóckodott, meg poénból szivatta a többieket, meg hasonló. De én se láttam még más filmben, míg például ugye aki a, hát ugye ez már így az utolsó, illetve utolsó előtti évadban ugye a, nem fogom tudni a nevét a kis csajnak. A beceneve Gombóc, így tudom. Mindegy, igen. Lehet azért, mert azt már én angolul olvastam, és ezért... Ugye te meg angolul olvastad, tehát pláne, nem tudom, hogy magyar, vagy hogy mi volt az ő angol beceneve, csak az Amos hívta így. Ja, a Amos párfogoltja. Igen, a kis csaj, a ő. Na, igen. Peach volt az angol kerességben. Jó, barack, oké, hát akkor nem tudom. Magyarra Gombóc lett, nem tudom, hogy miért, igazából nem derült ki. Na, például őt láttam már más sorozatban feltűnni, de ugye a többi szereplőt például nem láttam még azóta se. Na, de ha már a szereplőkről beszélünk, a főhősökről, akkor beszéljünk Cass Anwarról, ugye Alexnek a karakteréről, illetve a színészéről. Ugye őt kiírták az utolsó évadból, meghalasztották magát a karaktert, tehát Alexet. Magát ugye a színészt pedig, hát ugye amennyire én tudom, azért vált tőle meg a stúdió, mert egyrészt ugye a Me Too révén többen is jelentették, hogy szexuális zaklatást követett el ellenük, hogy milyen formában és hogyan, azt nem tudom, szerintem arról nem is nagyon írtak, illetve hogy állítólag amúgy sem volt vele egyszerű dolgozni, tehát ő meg, hogy pont nem ez a szerethető figura volt a valóságban. Igen, de ezt egyébként a stúdió ezt elég diszkréten csinálta, mármint az évad vége felé már nyilvánosságra hozták, hogy nem fog visszatérni a következő évadra, ami ugye akkor már a könyvek már előrébb jártak, és lehetett tudni, hogy akkor itt jelentős eltérés van a sztoriban. Maga az írói megoldás egyébként, ahogy kiírták a sorozatból, az ez a lazy writing, ahogy a legutóbbi... Kapjál szívrohamot! Yes. Egyébként realisztikus. Az persze, helyzetben. nyilván a könyvben, helyzetben az volt. Igen, a könyvekben más karakter így ér a végzet, de itt olyan abszolút légből jött, és abszolút mindenféle drámaiságot nélkülözött. Igen, ez egyébként amennyi hír kiszivárgott erről az ügyről, abból indokoltnak tűnik, tehát senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogyha mondjuk van egy abúzív munkatárs, akkor elviseljük az abúzív munkatársnak a szivatásait, az ökösségeit, zaklatásait, csak azért, mert hogy a produktumot azt le kell szállítani. De hát ilyen igen, helyzetekben... Igen, ez ugye bármilyen abúzív kapcsolatban igen, így van. De ilyen helyzetekre ott van az újrakasztingolás. Na ez az, és erről akartam beszélni pont, hogy ugye itt tulajdonképpen szerencsétlen Alex, mint karakter, egy cancel culture áldozata lett tulajdonképpen, valamilyen szinten, mert ugye volt egy színész, akinek ugye nyilván elítéljük a cselekedeteit, a színészt kirakták a sorozatból, és ahelyett, hogy újra castingolták volna Alexet, amit amúgy már láttunk egy csomó ilyen újra castingolást, Trónok harcába 2 is volt, ahelyett, hogy újra castingoltak volna, ahelyett magát a karaktert is kiírták, holott a karakter nem hal meg. És én ezt így mind a mai napig nem értem, hogy miért kellett magát a karaktert is törni. Sajnos Amerikában pont itt a cancel culture miatt nagyon sokszor, tehát most már egyre inkább előfordul az, hogy azonosítják a színészt a karakterrel, ami amúgy ugye hülyeség, de tényleg ilyenek a népek, főleg ott délen,
És tehát ugye, hogy most elnézést, nem akarok tényleg megint senkinek a lelki világa belelépni, de hülyék, buták, nagyon sokan Amerikában, és így összemossák, hogy a karakter az egyenlő a színésszel, és fordítva. Nyilván ez az összemosás egyébként nyilván sokak fejében létezik, de itt tényleg annyira, hogy is mondjam, csak az ötödik évad végére így már mindenkinek nyilvánvalóan vált, hogy itt vége a dalnak. Ez a sorozat sajnos az Amazon Prime-on se futotta be azt a karriert, ami meg volt neki írva. Látszott, hogy a stúdió el fogja kaszálni az egészet. Egy évad van, megvan a lehetőség, a könyvek kínáltak egy tök jó kiszállási lehetőséget, hogy hagyjuk az utolsó három kötetet. Ott van ugyanis egy nagyobb időugrás, itt most le lehet zárni az egészet. És el tudom képzelni, hogy az írók arra gondoltak, hogy így organikusabb az egész. Hogy nem még az utolsó néhány epizódra, ahol egyébként pont a karakternek a szerepe folyamatosan csökken, már nem hoznak be egy új karaktert. De megint csak ezt viszont nem sikerült szépen előadni, és annyira kilógott az egész. Nagyon kilógott az egész az ötödik évad utolsó epizódjában. Én akkor olvastam utána, hogy ez vajon minek az eredménye, és csak azért tudok néhány információt róla, mert egyébként nem igazán kaptunk kapaszkodót. Nem, tehát eléggé, hát nem is az, hogy eltitkoltak, de tényleg nem nagyon hoztak semmit se nyilvánosságra, én azóta se tudok többet, és sőt, hogyha az ember rágooglizik, akkor se nagyon jön föl több információ, holott azért általában, hogyha egy színész, főleg ugye itt a Me Too miatt, ugye szexuális zaklatás miatt dobják ki, akkor azok azért nagy hírveréseket szoktak kapni, és őt valahogy így nem, és ezt nem tudom, hogy miért. Én csak arra tudok gondolni, hogy már az előbb is pedzegette, hogy ez a sorozat nem szólt nagyot végül. Persze, igen. Aki szereti, az kifit. Vagy mondjuk sorozat kritikusok, akik írtak róla. Általában jókat írtak róla, és lehetett szeretni ezt a sorozatot, még jobban lehetett szeretni a könyveket, de igazából, hogyha most így bedobom mondjuk egy csillagvizsgában tartott előadás során az Expanse-et, akkor mondjuk az 50 fős közönségből jó, hogyha egy-ketten föltözik a kezüket, hogy tudják, hogy miről van szó. Na igen, én most pont még nem adtam elő, de van egy ilyen előadás sorozatom, hogy a naprendszer égi testjei hogyan jelennek meg különböző skifikben, és ugye az Expanse is benne van, és majd tervezem ezt a sorozatot valamikor így ősztél folyamán nálunk is az Egyesületben leadni, és hát én tudom, hogy mondjuk nálunk, hála a jó égnek, és a fiatalok között főleg, tehát ez a 17-20 éves korosztály, szinte mindenki nézte az Expanse-et. Úgyhogy nálunk mondjuk ilyen probléma nem lesz. Ez üdítő, de még felnőttek is, vagy hát az idősebbek. Na, akkor viszont így az adásnak a kicsit kevesebb, mint második felében egy tudományos problémáról beszélgessünk, te fogsz beszélni. Ugye itt tulajdonképpen ugye Expanse, ugye kirajzásnak lehetne magyarul fordítani, hogyha jól fordították volna, tehát akkor az ember, ahogy meghódítja a naprendszert, vagy ahogy nem hódítja meg a naprendszert. Ami itt annyit elárulhatok, itt most a felvétel kezdete, kicsit beszélgettünk arról, hogy mi is lenne az, amit érdemes lenne kiemelni az Expanse történetéből, mint tudományos kuriózum. És egyébként rengeteg apróságot lehetne, mert hogy kezdve onnantól, ami a sorozatnak nagyon érdekes, hogy amikor van egy-egy ilyen tudományosan, realisztikusan bemutatott dolog. Mint például kitöltik a folyadékot, és az a Corioli erő egy forgó űrállomáson a Corioli erőnek megfelelően spirálozódik bele a pohárba. Ez tök klasszan és organikusan ott van a regény soraiban. A sorozatban ilyen kicsit kirakat jellege volt, hogy látjátok? Ezt is megcsináltuk. CGI-jal beletettük a sorozatba, hát ennyire realisztikus az Expanse, és mi is ennyire realisztikusak vagyunk. A sorozatnak egyszerűen nem volt ideje egy csomó mindent megmutatni. Viszont ami a sorozat világát is áthatotta, azaz a naprendszerben való utazás, illetve a naprendszernek a kolonizációja. Ugye a történet már ott veszik fel a fonalat, hogy a két bolygó, a két
lakható közegbolygó, az ugye gyakorlatilag be van népesítve. A Marson már folyik a terraformálás, egy bő 100 éve. Rengeteg kisebb-nagyobb űrállomás, holdi kolóniák, aszteroidák, bányászata zajlik. És egészen a Neptunusz holdjaig vannak kisebb-nagyobb települések a naprendszerben. És ugyanez a mágikus hajtómű, ami lehetővé tette mindezt, ez nem adott plusz fizikát, ez nem adott egy valami olyan, nem is tudom, véregjárat technológiát, vagy warp technológiát, mint mondjuk, amivel egy Star Wars, vagy egy Star Trek ugye indít, hanem csak annyit tesz lehetővé, és folyamatosan gyorsíthatod az űrhajódat. Ennél fogva, és akkor prezentálom a Kaliban háborújánál, ez lehetőséget ad a űrhajók tervezőinek, hogy egyfajta sok idézővel ellátod, mesterséges gravitációt szimuláljanak utazás közben. Ugyanis csak annyi a trükk, hogy egy ilyen hosszúkás űrhajónál fedélzetet, azt most így mutatom, nem idézőjesen vízszintesen osztják be, hanem keresztmetszetszerűen. Mert hogy ahogy megy előre az űrhajó, ugye a tolóerő az folyamatosan egy kényszererőt generál, és ezt a kényszererőt mi úgy érezzük, hogyha errefelé megy az űrhajó, akkor a rajta lévő utas az errefelé érez egy nehézségerőt. Pont, mint amikor valaki beletapos a gázba a kocsiban. Akkor ugye belesüppedünk kicsit az ülésbe. Most, hogy az ülés helyén nem háttábla lenne, hanem padló, akkor kvázi mesterséges gravitációt éreznék. És ez az űrhajó, ez megy félútig ebbe az irányba, aztán megáll, átbillen, és onnantól kezdve lassít. Tehát ugyanezt játssz el a másik irányba, és így az utazás teljes egésze alatt nehézkedést, súlyosságot éreznek az űrhajó utasai. Nem feltétlenül a földi gravitációnak megfelelőt, nem mondjuk egy fél G-t, harmad G-t, de a lényeg, hogy lehet élni ebben. A biológiának szüksége van a nehézkedésre, az különböző gyógymódoknak, vagy táplálkozás szüksége van arra, hogy nehézkedést érezzünk. Úgyhogy ezt az aspektusát, ezt léptennyomon bemutatja a sorozat, és remek munkát végez. Még úgy is, hogy nem igazán fogja itt a nézőnek a kezét. Még a könyvben sem térnek, én nem magyarázza az egyik karakter kicsit szájbarágósan, hogy na hát így működik az űrhajónk, most már 400 éve, biztosan te is tudod, fiam. Hanem a nézőnek kell rájönnie, vagy utánolvasnia, hogy mi is okozza a nehézkedést az űrhajókon. És akkor még mindig csak ott tartunk, hogy folyamatosan tudunk menni egyre nagyobb sebességgel, viszont a távolságok még mindig baromira nagyok. A naprendszerben a nap-föld átlagos távolsága, ez a 150 millió kilométeres egy csillagászati egységgel mérjük a távolságokat, és akkor a Mars az nagyjából másfél csillagászati egysége van a naptól, a Jupiter az 5 csillagászati egység, Saturnus az 10, és így kifelé. Bocsánat, az gyorsan így a hallgatóknak, nézőknek mondjuk el, hogy az egy csillagászati egység pedig a... A napföld közepes távolság. Ja, direkt nem én akartam mondani. Ezt próbáltam meg becsomagolni az előző mondatomba, de lehet, hogy akkor ezt így pont elharaptam. Szóval igen, 150 millió kilométer. Ez mondjuk ugye a Szaturnuszig, az azt jelenti, hogy hát egy ilyen 9, legjobb esetben is alsóhangon 9 csillagászati egységet kell utazni, több mint egy milliárd kilométer, az hetekig tart. Tehát ezzel a csúcs technológiával, a 21. században, az X-Men-z elképzelt világában is 1-2 hét a Szaturnusz. Ki akarsz menni a naprendszer külső régióiba? Lehetséges, hogy hónapokig tart. Attól függ, hogy milyen gyorsítást tudsz bevállalni. Hogyha például az űrhajódon van egy övbéli, tehát valaki olyan, aki alacsony gravitációban töltötte a gyerekkorát, ennél fogva csontjai, izmai nem bírják a megterhelést, onnantól kezdve nem tudsz úgy gyorsítani, és mondjuk 0,2 G-vel kell eldöcögnöd a Neptunuszig, az hónapok. És ennek utána lehet számolni, nagyon precízen alkalmazza a szerzőpáros naprendszerbeli közlekedésnek az időtartamát, problémáit, a kommunikációs nehézségeket is így tovább. Volt egy jelenet, hát lehet, hogy ez, azt hiszem, mivel elég jól emlékszem rá, ezért feltételezem, hogy az utolsó évadban
volt, de most itt most ez nem is a lényeg, hogy ki látta meg, ki nem látta, mert úgyis le fogom most szépen írni a jelenetet. Ugye kevés volt hát így úgymond az üzemanyaguk, és nem tudtak volna eljutni oda, hová menni akartak, és tulajdonképpen ugye az aszteroidáknak, ugye az aszteroida övben voltak, és az aszteroidáknak a meghajtó erejét használták, tehát kikalkuláltak egy olyan pályát, ami tulajdonképpen abból állt, hogy így az egyik aszteroidától a másikig kvázi pattogtak ugye a hát paritja manőver segítségével tulajdonképpen. Tehát ugye a gravitációs erejét használták az aszteroidáknak. Várj, nem arra jelenetre gondolsz, ami a Jupiter rendszerében van? A Jupiter holdjainak? Akkor lehet, hogy az volt. Az, most már okay, azért mondom, hogy már nem emlékszem pontosan. Na, azért, mert hogy egy aszteroidának a mikrogravitáció ehhez kevés lenne. Az pici, igen, igen. Közben én is elgondolkodtam, hogy igen. Az igen, ott valamit én emlékszem rosszul. 70 akárhány holdja viszont kiváló. Azaz, tényleg a Jupiternek a holdjairől mentek egyikről a másikra. Uh-huh. Igazad van. Ja, jó, most már nekem is megvan. Az például nekem nagyon tetszett, hozzáteszem mondjuk, mert én imádom a paritja manővert, tehát nekem az egy nagyon... Igen, és a történet elején van egy látszólag abszolút ilyen, nem is mellékszál, hanem egy ilyen kis színesítő elem. Az pedig az, hogy ugye a csillagok világa még elérhetetlen az emberiségnek, viszont a Mormon egyház kitalálja, hogy épít egy olyan kolonizáló hajót, amivel hát évszázadok alatt de el tudnak jutni a legközelebbi bolygórendszerbe. És ott akkor ők megalapítják majd a mormonoknak a paradicsomát, egy szent államot, egy szent kolóniát. És baromira érdekes az, hogy inkább 24. század eljutni odáig, hogy generációkon átívelő utazása lehet eljutni talán a csillagokhoz. Ez később nem valósul meg, mert az a hajó később igen komoly szerepet kap. Az első kötet végén is, meg a későbbi epizódokban is. Helyette viszont nyílik egy másik fajta utazási lehetőség, és talán ezt a spoilert még be lehet vállalni. Nyugodtan, tehát én itt el szoktam mondani a szubzsánereknél, hogy mi mindig spoilerezünk. Tehát aki szubzsánert néz, meg azért általában olyan témákról van szó, amik már lementek, tehát azért az X-Panzert is most már talán azért látták az emberek, úgyhogy nyugodtan spoilerez. Szóval, hogy a második kötetre kezdem ott, ugye az egész problémát, az egész konfliktus helyzetet az robbantja be, hogy megérkezik a naprendszerbe, fölfedeznek a naprendszerben egy földön kívüli technológiát, amit protomolekulának neveznek el. Ez látszólag valami organikus élőlény, másfelől viszont valamit tervez, valamit épít. És ami kiderül, hogy mi az, amit épít, hát az gyakorlatilag egy térkapu hálózatba csatolja be a naprendszert. Egy egykori ismeretlen fejlett civilizáció épített egy automatikus technológiát, amit kiküldött különböző élettel benépesített bolygórendszerekbe. Ott ezek térkaput nyitottak, és így vált lehetővé a gyors utazás a protomolekula tervezői számára. Gyakorlatilag az emberiség azzal szembesül, harmadik kötetre, hogy több mint 1300 bolygórendszer válik elérhetővé számukra. Továbbra is csak a fénysebességnél jóval lassabban tudnak közlekedni, de hogyha az ember elmászik a naprendszer szélén lévő térkapuhoz, onnantól kezdve 1300 másik világba tud azon nyomban eljutni. És ez pedig végtelen lehetőséget nyit meg, nyersanyagok, élőhely, élővilág, kutatási szempont, páratlan lehetőség. Egyetlen apró bökkenő, hogy a protomolekula tervezői, ez a fejlett faj, ők eltűntek. És nem csak, hogy eltűntek, de erős bizonyítékon mutatkoznak arra, hogy valami vagy valaki kiirtotta őket, és ez a valamilyen hatás vagy erő, ez nem szereti, hogyha ezt a térkapu technológiát használják. Úgyhogy igen, ugye ezt majd szépen az utolsó évad végén erre lesz is jó pár utalás. Igen, és innentől kezdve a fő konfliktus az látszólag nem is a naprendszeren belül zajlik, ha bár ott is marad bőven csípuhi az utolsó kötetekre is, hanem
hanem egy láthatatlan ellenség felkutatásában, illetve megelőzésében. És arról, hogy hogyan... Tehát egyébként szerintem eszméletlen bátor vállalkozás az írók. Több kisebb-nagyobb bátor ténykedésük is volt a 9 regény alatt. Óriási időugrás kötetek között, új karakterek behozottala, vagy régiek kiírása. Időnként stílust vált egyik kötetről a másikra az egész cselekmény folyam. Szóval, hogy ez egy páratlanul bátor húzás volt szerintem, hogy egyrészt a maga konfliktus az egy kicsit elvontá válik, láthatatlan ellenséget próbálunk valahogyan legyőzni, megelőzni. Másfelől viszont egy globális átalakuláson megy keresztül, nem csak a földbolygó, az egész emberi faj, hogy kitágulnak a lehetőségek. Bárki onnantól kezdve elmehet és letelepedhet egy idegen, nem csak egy idegen bolygón, egy idegen naprendszerben. Úgyhogy mindegyik kötet tartogat valami érdekességet. Na, hát akkor ez nagyon jó lesz nekünk ide végszónak, mert lassan lejár az adásunk, és akkor, na most kivételesen tudok mondani kedv csinálót a következő részre, mert sose szoktam tudni mondani. Viszont ugye szeptemberben folytatásunk következik, és a szeptemberi témánk az, most jól elindulok a Ádámtól és Évától, tehát ugye az Amazonra megjelent most már magyarul is a Gyűrűk Ura, a Hatalom gyűrűi sorozatnak a trélere, és akkor most ugye csodálkozik mindenki, hogy egy szubzsánerben, ami egy sci-fi és könyves podcast, mi a nyavaját fog keresni a Gyűrűk Ura. Először is a meghívott vendégünk az ismételten Ivanics Ferenc lesz, aki ugye az én drága férjem, de nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert nekünk van egy ilyen gyűrűkurás skifis témánk, amiről sokat beszélgettünk már, és komoly eszmefuttatásaink voltak, és majd ezt szeretnénk a kedves nézőkkel is megosztani, hogy milyen lesz a sorozat, azt ugye nyilván én még nem tudom, és majd csak akkor fogom tudni, hogyha az egész lement, és én végignéztem. Akkor nem tartozol az előítéletes vonok közé. De én pont, hogy az előítéletes vonok közé tartozom, ezt is akartam mondani, ugye én magát, a filmet, nyilván gyerek voltam, még nagyon szerettem, nyilván ugye már sokadik megállapítás, hogy a könyv jobb, a Tolkien világa az mindennek az alfája és omegája, a Silmarillok nekem a kedvencem, ezért is vagyok most kíváncsi, mert ugye ez, amit most mi majd a vásznon látunk, az a Silmarilloknak a hát tulajdonképpen a leges-leges legvége. Vannak fenntartásaim, a rajongóknak tetszik a tréler, ezért azt én is úgy gondoltam, vagy így, tehát úgy néztem, hogy egész jó, pedig az elején nagyon kritikus voltam. Az eredeti, tehát a Gyűrűk Ura trilógiát szerintem Peter Jackson úgy, ahogy van, egész jól filmre vitte, nyilván vannak hibái, de az jó volt. A Hobbitot azt inkább ne csinálta volna meg, azt nem szoktam megnézni újra, az nekem elég volt egyszer. Gyűrűk Urából viszont szigorúan a bővített változatot. Na most, hogy milyen lesz a sorozat, azt még nem tudom, de majd meglátjuk, én bizakodó vagyok, és akkor a témánk az pedig az lesz, hogy vajon sci-fi-e a Gyűrűk Ura. Úgyhogy én majd várok mindenkit arra is sok szeretettel, és hát Barna, neked pedig megköszönöm a szereplést, azt, hogy vállaltad ezt a subgenre epizódot, úgyhogy köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. És hát akkor búcsúzunk. És visszatérünk az érkezésre. És visszatérünk, érkezünk az érkezésre, majd egyszer. Nézem a naptáram. Majd egyszer valamikor, valószínűleg inkább majd csak jövőre, de... Majd a 2030-as években. Igen, vagy 2300-ban, ha már az X-Men-ről beszéltünk. Na, hát akkor mindenkinek sziasztok! Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.